Csak engedélyezett típusú kifogástalan műszaki állapotú tüzelő és fűtőberendezést szabad használni. A tüzelőberendezés fűtéscsöve legyen fémbilincsel a falhoz rögzítve. Ne tudjon csúszkálni, kiesni a helyéről, a fali csatlakozásnál védjük a környező éghető anyagokat a hőátadástól. A tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés használatakor győződjön meg arról, hogy a szellőzés megfelelő, így megelőzhető a szénmonoxid mérgezés. A szilárd tüzelőanyag üzemelésű tüzelő és fűtőberendezés csak szilárd tüzelő, vagy a kereskedelmi forgalomban kapható, engedélyezett anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni. Ne használjon a begyújtáshoz robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes folyadékot. A berendezés ajtaját állandóan tartsuk csukott állapotban, tisztítását csak lehűlt állapotában végezzük. Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt salaktárolóba, illetőleg a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni. A kéményseprés ellátási szabályainak tavaly januári módosítása óta az egylakásos háztulajdonosoké a döntés, hogy igénylik-e égéstermék elvezetőjük ingyenes ellenőrzését vagy nem. A zárt és gázfűtési rendszereknél két évente, a szilárd tüzeléses kazánok, kandallók, kályhák esetén továbbra is minden évben javasolt az ellenőrzés, de már a tulajdonosok feladata, hogy a kéményseprő szakembert keressenek erre a célra. A katasztrófavédelem kéményseprői aktívak ám másképp, mint a múltban. Tájékoztatnak, tanácsot adhatnak, igénylés esetén házhoz menve ellenőrzik a fűtési rendszert, és kitisztítják a kéményeket. Ott, ahol problémát észlelnek, ők írják le a helyzetet, megoldási javaslatot tesznek, és csak az életveszélyes hibák esetén kell intézkedniük. A társasházakban lakókra szigorú előírások vonatkoznak, részükre a rendszeres ellenőrzés, a sormunka továbbra is kötelező. A gazdálkodó szervezetek székhelyeként telephelye vagy fióktelepeként bejegyzett ingatlanok esetében ugyanez az ellenőrzés díjkötelezettséggel is együtt jár.